Sziasztok! Én Lange vagyok, és a mai videóban egy érdekességet hoztam el nektek, ami nem más lenne, mint a lezuhant UFO, a Baron versenypálya közelében, és most ezt fogom nektek a mai videóban bemutatni, hogy ez hol is található, és hogy milyen teóriák fűződnek hozzá, szóval menjünk is. Igazából, aki már oda tud szállítózni a Baron versenypályájához, annak egyszerűbb a dolga, de én gondoltam innen nektek megmutatom, hogy és merre található. Hogy ehhez közelebb jövünk, érdemes feltenni a grafikát, és szerintem most nekem fel is van téve, de mindjárt megnézzük. Igen, nekem teljesen fel van rakva. És elvileg Fripp jött, és a családja ezzel az UFO-val, ezért lenne a teória. És nem tudom, de mások szerint köze sincsen, szóval tényleg ez nem egy tény, hanem csak egy teória. Ha erre eljövünk, talán jobban meg lehet közelíteni ezt a lezuhant UFO-t, hogy itt... Jézus! Hát nem tudok bemenni, pedig én beszoktam. Tényleg beszoktam menni. Az a baj tényleg, hogy valóban ehhez túl lassú. De mindegy, de az a lényeg, hogy ide be lehet menni, és elvileg Fripp jött ezzel is a családja. Amúgy így látni lehet, hogy várjunk, elrejtőzzük, hogy könnyebben lehessen látni. Ilyen kis betűféléket ott is. Ezek nem azok szerintem, hanem ilyen érdekes szimbólumok, de attól függetlenül tényleg érdekes ez a lezuhant UFO. Majd biztos a főküldetésben lesz része, vagy valami kis titok ki fog derülni. És hát remélem, hogy tetszett ez a kis rövid videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ide